Hagyományos jégkarnevál terézvárosi diákoknak a Városligeti műjégpályán. Schwab bál a terézvárosi két tannyelvű általános iskolában. Farsang a 6. kerületi szívóvodában. Szülői bál a Patróna óvodában. A Magyar Újságírók Országos Szövetségében átadták a filmkritikusok díjait. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Immár 23. alkalommal rendezték meg február 4-én a Városligeti műjégpályán a jelmezes jégkarnevált, amelyen a kerületi gyerekek délután 2 és délután 4 óra között ingyenesen léphettek a jégre. A rendezvényt a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT szervezte a Terézvárosi Testnevelő Tanárok munkaközösségének közreműködésével. A rendezvényt rövid beszéddel Papp László Terézváros önkormányzatának alpolgármestere nyitotta meg, felhőtlen szórakozást kívánva a gyermekeknek, és azokat, akik a két órányi korizás után bírják szusszal, a Hunyadi téri korcsolyapályára invitálta a karnevál után. Ez a kosárlabdapályányi műjég február végéig áll térítésmentesen a terézvárosiak rendelkezésére. Újra eltelt egy esztendő, itt vagyunk a fővárosi műjégpályán. 1993 óta, tehát több mint 2 évtizedre rendezi meg Terézváros önkormányzata. Immár hagyományos volt, ezt már nyugodtan nevezhetjük igazi hagyománynak, a terézvárosi jégkarnevált. Itt a szervezők rengeteg programmal készültek a terézvárosi gyerekeknek, diákoknak. Az időjárás is úgy néz ki, hogy kegyes hozzánk, úgyhogy nekem nem volt más dolgom, mint jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánni a résztvevőknek. Nagyon fontos, hogy itt vagyunk a jégpályán, hiszen a természetben űzhető sportágak megismerése itt a fővárosban, ez a legjobb a fővárosunk közepén, a Városligeti műjégpálya. Fontos, hogy megtanulják a téli sportágakat a diákjaink, és azt hiszem, hogy nagyszerű lehetőség, hogy a Terézváros, a terézvárosi diákoknak lehetőséget biztosít egy évben egyszer, hogy ide kijöjjünk, és csak miénk legyen a jégpálya. De az is nagyon fontos, hogy egész évben a Hunyadi téren pedig a testnevelési órákon, illetve osztályprogramok keretein belül pedig a Hunyadi téri jégpályát használhatják a diákok. Milyen programokkal vártátok itt a terézvárosi gyerekeket? A terézvárosi iskolák testnevelő tanárai színes programot próbáltak meg összeállítani a diákok számára. Floorballozhattak itt a jégen a diákok, sor- és váltóverseny, jelmezverseny, és a legkisebbeknek pedig korcsolyoktatás is volt a helyszínen. Mindezeknek a megvalósítását az 5-ös 10 segítette, az ő támogatásukkal jöhetett ez a program létre. A terézvárosi gyerekek azon túl, hogy a megadott időpontban ingyenesen léphettek a jégre, kedvezményesen bérelhettek korcsolyát, ügyességi és jelmezversenyen vehettek részt, jégkorongozhattak, és fiatal műkorcsolyázók tartottak nekik bemutatót, és kedvet csináltak az érdeklődő, magukban tehetséget érző ifjaknak a sportákhoz. A rendezők ingyenes tejajeggyel is kedveskedtek a melegedni és megpihenni vágyó gyermekeknek. Itt vagyunk a jégpályán, hogy érzitek magatokat, milyen a buli? Hát én sokszor elestem, de azért jó. Hát sok a gyerek, nagyon jó, csúszik a pálya, hát és kaptunk egy ingyen kupont, amint teát lehetett kapni. És milyen csúszkálni, szeretsz ide kijárni a jégre, és szoktál-e kijárni? Hát nem szoktam, mert 5 éve nem voltam, de szeretek korcsolyázni. Neked ez az első jég karneválod? Hát nem, mert tavaly is voltam a mi iskolánkkal, és nagyon jól éreztem magam akkor is. Én személy szerint nagyon jól érzem magam, a hangulat az iszonyat jó, és nagyon jók a zenék is, itt lehetek az osztálytársaimnal, úgyhogy ennél nincs jobb. A hangulat csodálatos, a tea is fantasztikusan finom,
A jégen egyszerűen nem lehet elmenni onnan, a barátaimmal vagyunk, és ez fantasztikus. Szoktatok-e kijárni egyébként is ide a műjégpályára? Igen, tesi órán rendszeresen kijárunk, mert többször voltunk az idényben, és mindig nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon szép a környezet is, meg minden, szóval nagyon jó. Szerinted miért fontos a testnevelés a torna? Hát először is lelkileg az ember szerintem jobban érzi magát mondjuk egy edzés után, jobban tud tanulni, és szerintem ez egy nagyon nagy buli, hogyha a barátaiddal úgymond ilyen játékokat üsztök, tehát például kézilabda vagy ilyesmi, a korizás is ezek közé tartozik. Hamarosan véget ér a mai jégkarnevál, hogy éreztétek magatokat? Nagyon jó volt minden, én végül is nagyon jól éreztem magamat, sokat lehetett korcsolyázni, és ingyen volt, tehát ezt mindenképpen nem lehetett kihagyni egyszerűen. Volt teja, csoki, minden, mit fogtok otthon mesélni, illetve akik lemaradtak erről a jégkarneválról, annak mit fogtok mondani, hogy miért érdemes kijönni jövőre? Hát otthon nagyon jókat fogunk mesélni a jégkarneválról, hogy meginvitáljuk őket is. Akik meg kimaradtak, azokat pedig megpróbáljuk meggyőzni arról, hogy ez nem egy olyan rossz dolog, hanem végül is nagyon-nagyon jó dolog. Mit jelent számotokra a testnevelés? Az, hogy egészségesebb legyünk, jó legyen az izomzatunk, és felnőtt korunkban ne remegjen semmink. Az idén is megrendezték a Schwab bált a Terézvárosi két tannyelvű általános iskolában, ahol egy estére a hagyományoké volt a főszerep. Az eseményen mind a kicsik, mind a nagyok világjáró útjukon bemutathatták produkcióikat. A rendezvényt, mint támogató is megtisztelte jelenlétével Urs Brönnimann, a svájci nagykövetség misszió helyettese, valamint a bálon részt vett Papp László, Terézváros alpolgármestere is. A mai önkormányzati percek vendége Martikán Beatrix, a Terézvárosi két tannyelvű általános iskola intézményvezetője lesz, akivel az általános iskolai beiratkozásokról, valamint a bálról is beszélget Paul Lilla műsorvezető. ...2016-ban is megrendezik a Schwab bált, ami már hagyomány a Terézvárosi két tannyelvű általános iskolában. Így van, ez egy nagyon régi hagyomány. Mondhatom, hogy mióta a két tannyelvű iskola működik, szinte azóta létezik. Minden évben a németes osztályok által tartott csodálatos műsorról van szó. A szülők eljönnek vendégként, és azzal, hogy itt vannak, és megveszik a belépőjegyet, meg tombolajegyet vásárolnak, az iskola alapítványát támogatják, és tulajdonképpen így a saját gyermekeiket, hiszen ebből a pénzből az alapítvány az iskola működését segíti. Milyen program lesz, és kik lesznek a díszvendégek? Mint minden évben, hagyományosan a nyolcadikosok keringőjével kezdünk, utána az alsó tagozatosok Schwab népi tánc bemutatót tartanak, és utána egy színes kavalkád kezdődik. Az idén a világ különböző országaiba kalauzoljuk el a vendégeket, nagyon színes műsorral. Díszvendégeink pedig a svájci nagykövetségről a nagykövet úr helyettese fog ellátogatni hozzánk. Papp László alpolgármester uradót szintén várjuk a mai estére. Thank you.
alpolgármester úr most itt két minőségben van jelen a Schwab bálon, mégpedig? Mégpedig ugye egyrészt alpolgármesterként, másrészt pedig negyedik osztályos fiam révén szülőként. Hogy érezte magát, hiszen a bál közepe fele tartunk, most láttuk a műsorszámokat. Hát egészen fantasztikus a hangulat már most, és még hol van a vége. És a negyedik alkalommal veszek részt ezen a rendezvényen, és hát mindig ámulok-bámulok, hogy micsoda felkészültséget tanúsítanak mind a pedagógusok, mind a gyerekek. És hát a hangulatra aztán végképp nem lehet panasz. Hát most ugye körbejártuk a világot, indultunk Németországból, jártunk Spanyolországból, voltunk Olaszországba, a Vadnyugaton. Egészen elképesztő a hangulat, úgyhogy remélem, hogy mindenki jól érezte magát eddig is, és mondom, még a java hátra van. Nagyon jól éreztem magam, és nagyon boldog vagyok, hogy részt vehettem ezen a szép esten, és láthattam azt az örömet, amely a gyerekekről sugárzott. Én az Egyesült Államokban éltem, így a cowboy előadás különösen közel áll a szívemhez, de a spanyol produkciót is élvezettel néztem, mert 4 alkalommal volt szerencsém ellátogatni Latin-Amerikába is. Azért tartottam nagyon fontosnak az iskola szponzorálását, mert ebben az intézményben németet tanulnak és tanítanak, és a mi országunkban ez az állami nyelv. A lakosság 65%-a beszéli, és a nyelvtanulás oktatás révén megnyílik a világ a fiatalok számára. Farsang ünnepét hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A vízkereszttől húshagyókeddig a nagybőt kezdetéig tartó időszakot nevezzük így. Terézvárosban is megkezdődtek a farsangi mulatságok, stábunk ezúttal a terézvárosi Szív óvodában járt, ahol bohócnak beöltözött óvónénik vezetésével megkezdődött a farsangi alakoskodás, amelynek során a jelmezek segítségével egy napra mindenki más bőrébe bújhatott. Sokféleképpen nevezték már a farsangot, de még ezt az alakoskodást nem hallottam. Miért adtátok ezt a nevet ennek a mai rendezvénynek? Hát ezt az alakoskodást ezt nem mi találtuk ki, ugye ez egy néphagyomány, amit az óvodába is átörökítettünk, és ez minden óvodában jellemző, hogy megtartják így január-februárban ezt a farsangi mulatságot. A mi óvodánkban pedig az a szokás, hogy ilyenkor nem csak a gyerekek, hanem az óvónénik is beöltöznek, és mindig van olyan óvónéni, aki felvállalja
azt, hogy levezeti a játékos tevékenységeket, mozgást ilyenkor a gyermekekkel, táncolnak, versenyeznek, kreatív műhely van ilyenkor, és ők koordinálják végig ezt az egész délelőtti mulatságot. Ilyenkor már együtt van az egész óvoda 10 órától. Hogy érzik magukat a gyerekek, mondjuk magáért beszél, ahogy itt voltunk, ezzel mit mondanak nektek, hogy mit tetszett a legjobban, mi volt a legnagyobb élmény? Hát ilyenkor ugye azt tetszik nekik a legjobban, hogy beöltözhetnek, megmutathatják azt, hogy ők milyenek szeretnének esetleg lenni. Hát a lányoknál ugye ez a hercegnő, királynő, és hát természetesen azok a jelmezek a legjobban megjelenők, amiket rajzfilmekben látnak. Mi igyekszünk a szülőket arra ösztönözni, hogy ők készítsenek jelmezeket, ahogy láttátok, nálunk elég sok szülő által készített jelmez van, tehát nem készen vásárolják, hanem ők találják ki együtt a gyerekekkel. Szívóvadának a legközelebbi programja? A legközelebbi programunk, ugye vannak a világnapok, vízvilágnapja, a földvilágnapja, és a nagy rendezvényünk lesz a kikelet hét, amikor egy hetes program van, ahol szülők, gyermekek együtt játszanak, tevékenykednek. Ez lesz most a legközelebbi nagy rendezvényünk. Idén vetted át ennek az óvodának a vezetését, hogy érzed magad? Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam, mint ahogy láthatjátok is. Nagyon hamar megszoktam ezt a környezetet, és nagyon jó a nevelő közösségünk. Az egész kollektíva nagyon jó. Mibe öltöztetek? Minek öltöztetek? Én vámpírnak öltöztem. Vámpírnak? Mit tudsz a vámpírról? Hogy vért szív. Te minek öltöztél? Hercegnőnek. Hercegnek. És milyen hercegnő vagy? Királylányos hercegnő. Királylányos. Mit tudsz a hercegnőről, és mit tudsz a királylányról? Azt tudom a királylányról, hogy király családban él. A hercegnőről meg ugyanazt. És te szerettél volna esetleg királynőnek vagy hercegnőnek születni? Igen. Neked mi volt ma a legnagyobb élményed? Hogy a boholcok nagyon viccesek voltak. És tudom, hogy hívják őket. Eláruljuk, hát hogy hívják a boholcokat? Az egyiket megkedni, a másikat meg... Huszedilák hívják őket. De úgy Bella néni, meg Zsuzsi néni. Tehát akkor most Zsuzsa nénit és Bella nénit lelepleztük. Zsuzsa néni, Bella néni, Puszedli, Nokedli, Boholcok. Ki kicsoda, melyik? Jó, bemutatnám akkor a méltán nagyhírű Puszedlit. Én bemutatnám a kedves barátomat, a Nokedlit. Jaj, hát úgy szeretjük egymást. Nagyon helyesek vagytok itt a gyermekekkel. Hogy készültetek erre a mai napra? Lázasan. Jobban izgultunk, mint a gyermekek. Mert hogy még nincs túl sok fellépés mögöttünk. De nagyon örülünk ennek a lehetőségnek ilyenkor, hogy megmutathatjuk, hogy mi milyen jó barátok vagyunk, és hogy szeretünk gyerekeket szórakoztatni. Annyi mindenhez kell érteni egy óvónéninek, de azért boholcnak nem olyan könnyű lenni. Igen, ez egy összetett dolog, van benne ének, zene, jó kedv, főleg, de itt az óvodámban mi egyébként is nagyon sokat viccelődünk, és a humor az mindig is kiemelt a mindennapokba is. Szülő életében a legboldogabb pillanatok egyike, amikor gyermeke bálozik.
Ennél már talán csak az a felemelőbb élmény, ha ő maga készül felnőttként óvodai bálba. A Terézvárosban működő Patróna óvodában az idén 10. éve rendezték meg a bált, amelyre a szórakozni és kikapcsolódni vágyó felnőtteket várták. A jubileumi rendezvényen minden volt, ami a jókedvhez kell, zene, tánc és incsiklandó falatok. Itt vagyunk a Patróna óvodában, ahol a 10. jubileumi szülői bált tartják, hiszen jelenleg is folyik, vége van az első résznek. Milyen program volt, és milyen program van még? Hagyományosan a szülők és az óvodapedagógusok, illetve az óvodai dolgozók egy-egy kis apró műsorral kedveskednek egymásnak, illetve azok a szülők, akik ide járatják a gyerekeiket, és valamilyen más területen művészként dolgoznak, ilyenkor énekelnek, verset mondanak. Gyakorlatilag egy a cél, hogy együtt legyünk és jól érezzük magunkat. Egy kicsit a gyerekek nélkül együttlét azt jelenti, hogy hétköznapokban találkoznak a szülők a folyosón, a különböző programjainkon, de ez a szülői gárda, vagy szülői közösség, akik mostanában hagyják először otthon a gyerekeiket, kikoptak az egyetemi társaktól, iskolástársaktól, hisz azokkal már nem tudnak elmenni farsangolni, bárra menni. És így találtuk ki 10 évvel ezelőtt, hogy legyen az a farsangi bál, amikor a szülők eljöhetnek farsangi bálba. Tánc, vigasság és sok-sok tombola, igazi játék hangulattal, évfélig vagy egyik, ameddig bírjuk. Ezért gondoltuk mi ezt a bált. A kedves nézők, a szülői munkaközösség elnökét sokszor láthatták a televízióban, hiszen minden alkalommal megkérdezünk téged. Hogy állt össze ez az apa banda? Hát tulajdonképpen én most kívülről jöttem, mert egy, és az érdekesség az, hogy egy anyuka kezdeményezte, hogy a férje és néhány középsős apuka álljon össze és csináljanak egy zenekart, és engem úgy utólag hívtak meg, mert tudták, hogy ilyen haknis vagyok, meg minden rosszban benne vagyok, és ezért meghívtak a zenekarban, és utólag kerültem bele igazából. De egy ilyen egyszerű, van egy ilyen julinárius nevű programunk, amikor a kicsiket fogadjuk be, a frissen beiratkozott gyerekek jönnek el az óvodába, és ekkor egy ilyen, kint az udvaron egy ilyen közös ünneplés van, amikor a kicsik is megismerhetik egy kicsit az óvoda légkörét, és akkor lépett fel először ez az a banda, vagy apurapu happy blues band. Sokszor forgattunk itt már a Patróna óvodában, de még önnel mi nem találkoztunk, a Patróna iskolának az igazgatója. Egy pár mondatban azért tegyük rendbe, hogy iskola, óvoda. Az iskola az a Knézics utcában működik, a 9. kerületben, és 4 évvel ezelőtt vettük át az Apor Vilmos tanítóképző főiskolától az Ovid. Akkor az Apor nem vállalta tovább az óvoda működtetését, mert csak Esztergomban és Vácban működt egy gyakorló óvodát, és én annyira jó óvodának tartottam, és annyira szerintem sok értéket hordoz ez az óvoda, nem csak Budapesten, hanem szerintem az egész országban, hogy azt javasoltam a fenntartó nővéreknek, a Boldogasszony iskola nővéreknek, hogy vegyük át.
És akkor a nővérek végül is úgy döntöttek, hogy igen, mert a rend eredeti célkitűzéseinek is teljesen megfelel az óvoda működése. Úgyhogy így végül is 4 éve patrona óvi a patrona óvi. Hogy érezte magát igazgató asszony a eddigi bulin? Jaj, hát én fantasztikusan remélem, ez látszott is rajtam. Én ilyen szülői közösségeket álmodok. Tehát azt gondolom, hogy csak így működik az iskola, csak így működik az óvoda, csak így működik bármi. Csíkszentmihályi Mihály azt mondja, hogy hogy a flow az az igazi boldogság, amikor nem a cél adja a boldogságot, hanem az adja a boldogságot, amit csinálunk. És azt hiszem, hogy Egyedné Farka Zsuzsa, ez az óvodavezető, ezt tudja évtizedek óta, hogy olyan közösségeket hoz létre a gyerekekből és a szülőkből, akik nem azért járnak óvodába, vagy nem azért járatják ide a gyerekeiket, mert valamit el akarnak érni, mert valami cél lebeg a szemük előtt, hanem azért, mert maga az idevaló járás, maga a cselekedet is jó. Én szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos modell, ami történik. Én nagyon remélem, hogy az intézményünk más intézményegységeiben is, az általános iskolában, a gimiben, a művészeti iskolában, a kollégiumban is el tudják mondani ugyanezt. Anyuka, volt anyuka, patronás anyuka, volt kolléganő, szintén volt patronás kolléganő. Most mindketten terézvárosi óvodákat vezettek már. Hát te költői a kérdés, hogy éreztétek magatokat? Hát én minden nagyon szívesen jövök vissza a régi óvodámba, és hát természetesen a műsor az fantasztikus volt, mind a dolgozók részéről, mind az apa band részéről. Ugye én nagyon jól érzem eddig magam, várom a további jó játékokat, táncot. De most egy kicsit tudathasadásos állapotban vagy, hiszen pár nappal ezelőtt kint voltunk a Szívóviba, ahol már a farsangot te bonyolítottad le, most pedig itt vagy. Miért volt fontos, hogy elgyere ismét erre a bárra? Hát attól függetlenül, hogy én egy másik óvodának lettem a vezetője, azért nem fogom megszakítani a kapcsolatot ezzel az óvodával, hiszen én még azért ide tartozom, hát egy hónappal ezelőtt én még itt tevékenykedtem és itt dolgoztam. Kolléganői, a gyerekeim, ugye ők még itt vannak a szülők, akik az én csoportomba jártak, és azt fontosnak tartom azért, hogy ápoljam ezt a kapcsolatot. Mit adott nektek útravalónak a patrona óvoda? Hát azt gondolom, ez egy fantasztikus közösség, és magát a közösség alakítás az egy fontos dolog az új óvodánkban is, amit azt gondolom, hogy egyre inkább sikerül nekünk is, bár azért ilyen jó szülői együttműködést még nem tudtunk kialakítani, de ezen vagyunk. Ezt a közösségi nevelést tovább kell adni úgy a szülőknek, a gyermekeknek és a kollégáknak is. Tehát én úgy gondolom, hogy egy jó közösséget csak úgy fogunk tudni kialakítani, hogyha együttműködünk, és azt a szeretetet, azt a bizalmat tovább visszük, amit itt kaptunk. . 1962 óta hagyomány, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetsége tévé és filmkritikusok szakosztálya díjátadáson értékeli az elmúlt esztendő hazai filmtermését. Az idén a legjobb rendező díját és a fődíjnak számító B. Nagy László díjat is Nemesi Eles László kapta a Saul fia című filmért, és díjazták még az alkotást mind színészi teljesítmény, mind pedig operatőri és hangmérnöki munka alapján is. A kritikusok ezzel a döntéssel is kinyilvánították, hogy a kivételes képi ábrázolást megújító filmes csúcs teljesítmény egy egész alkotói közösség összehangolt munkáját dicséri.
Díjat kapott még Megyes Krisztina, Szilágyi Fanni, András Evnádja, Börcsök Enikő, Básti Júli, Gáspár Tibor, Fekete Ibolya, Új Mészáros Károly, Horváth Lili és Kovács István. A Magyar Filmkritikusok Életműdíját sok évtizedes kimagasló művészi munkájáért Hildebrand István operatőr kapta. Kivételes pillanatoknak volt tanúja a közönség a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székházában rendezett filmkritikusi díjátadó ceremónián, ahol a Simó Sándor Alapítvány díját Erdélyi Dániel, a filmkritikusok díjait Báron György adta át. Nagyon jó időt választottunk. Azért, mert mi konzervatívak vagyunk, és most már 54 éve mindig ilyenkor adjuk át a díjat. Egyébként a világ összes filmkritikus szervezete nagyjából ezt ilyenkor az év lecsengésekor adja át. Nálunk ehhez még hozzájárult, hogy az előző 54 évből kb. 50-ben mindig február első vagy január utolsó hétvégéje után jött a magyar filmszemle, tehát mindig megkezdődhetett az úgynevezett filmes nagy hét. Talán látjátok, hogy a oklevél mellé, ami egyébként hagyományos celluloidból készült oklevél, tehát a hagyományos filmnyersanyagból, egy filmtekercset adunk át díjként, egy üres filmtekercset. El kell, hogy mondjam, hogy ez maga a doboz a díj, és mindig azzal adjuk át, hogy töltsétek meg filmekkel. A világszerte nagy elismerést kivívott Oscar-díjra jelölt Saul fia című film lett a múlt év hazai filmjei közül az abszolút győztes, a MUOS film és tévékritikus szakosztályának szavazatai alapján. Az ezúttal 54. alkalommal megrendezett díjátadón szimbolikus gesztussal Tar Béla a rendezéstől már önként visszavonult, de a magyar film élő legendájának számító nemzetközi hírű mestere adta át a kritikusok B. Nagy László nagydíját a fiatal magyar rendező nemzedék nemzetközileg ünnepelt képviselőjének, az Oscar jelölt első filmes Nemes Jeles Lászlónak is. Nagyon fontos, hogy a film... Tehát, hogy ezek nem csak díjakat reprezentáljanak, hanem maradjanak, mert az a mágiája a filmkészítésnek, hogy van film, és nem egyek és nullák. És ezért nem tévé vagy internet. A Saul fiában nyújtott teljesítményéért Rőrig Géza lett a legjobb férfi főszereplő. Erdély Mátyás a legjobb operatőr, és Zányi Tamás a legjobb hangmérnök. A Saul fia a francia César díjra is jelölt lett idegen nyelvű kategóriában. Az Oscar jelölt Saul fia mellett egy másik első film is kiválónak bizonyult, nem csak külföldi fesztivál szerepléseit tekintve, hanem a hazai mozikban a közönség filmeket is meghaladó nézőszámmal, több mint 126 ezer eladott jegy. A Liza a Róka tündér című filmért Új Mészáros Károly kapta meg a legjobb első film díját a kritikusoktól. A frissen induló rendezői nemzedék ígéretes lendületét jelzi, hogy ugyancsak első film lett az év külön díjasa, a Szerdai gyerek című munkájáért Horváth Lili vehette át. A legjobb forgatókönyvért Fekete Ibolyáé lett az elismerés, Anyám és más futóbolondok a családból című filmért, és az ebben nyújtott teljesítményéért Básti Júli női főszereplőként, Gáspár Tibor férfi epizód szereplőként kapta meg a kritikusok díját. Börcsök Enikő a Szerdai gyerek epizód szerepéért vette át a legjobbnak járó elismerést. A játékfilmeken kívül a kritikusok megszavazták a legjobb dokumentumfilm, kis játékfilm és animációs film díjára érdemes műveket is. A dokumentum műfajban Megyes Krisztina, Azok című alkotása, a kisfilmek közül Szilágyi Fanni rendezésében a Kamaszkor vége, míg animációban András Evnádja a Nyalintás nesze kapta meg a kritikusok díját. A Simó Sándor Alapítvány díját szintén ez alkalommal adták át. Nyertese Kovács István lett, aki a Betonzaj című alkotásáért érdemelte ki az elismerést.
A magyar filmkritikusok életműdíját sok évtizedes kimagasló művészi munkájáért, a magyar filmművészet markáns, kimagasló képességű, minden műfajban kísérletező operatőre Hildebrand István kapta. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!